Üdvözlet mindenkinek, 2022. szeptember 2-án. Megint csak vissza kell térnem ehhez a témához, ugye a mikrochip, illetve a fenevad bélyege. És ezúttal beszeretném mutatni azt a technológiát, amely szerintem segíteni fog abban a világot uraló elitnek, hogy az emberi szervezetet ténylegesen egy adóvevővé tegye, és kialakítson abban áramköröket, vezetékeket vezérelhetővé tegye külsőleg. Nyilván ehhez fel fogják használni a 5G tornyokat valamilyen formában, vagy 6G, vagy mit tudom én, mi lesz a technológia, elektromos áram, rádióhullám, a beültethető technológia, szóval számos dolgot. Ami fontos az azonban az, hogy ez egy lehetséges verzió, ami ebben a videóban ugye a Rice Egyetem technológiájának és újításának köszönhetően lehetségesé vált és létrejött. Már rögtön az elején érdekes az a felvetés, ahogyan kezdi. What we've designed and we've done this very, very quietly, but... Ugye, hogy amit előállítottunk és tettük ezt nagyon csendesen, mielőtt ugye feltártuk azt a nyilvánosságnak. We're glad to now release it to the world. Is this idea of Teslaphoresis. És ez Teslaphoresis a neve, vagy magyarul mi azt nem tudom egyelőre. Which is a discovery we made several years ago. Amit számos évvel ezelőtt tették ezt a felfedezést, és azóta fejlesztik tovább. And Teslaphoresis is the simplest way to understand it is self-assembly at a distance. Ez a Teslaphoresis, ez ahogy a nő megfogalmazza, ez ön összeszerelés távolságból. Long distance assembly of nagy távolságú összeszerelése of materials. Az anyagoknak. And what we did was because we're at Rice, we had plenty of nanotubes around, so we decided to use nanotubes, and what we discovered was that these nanotubes can actually string together and form wires by... És nano csöveket használtak fel, és ezek a nano csövek összeállnak vezetékekké elektromos megfelelő elektromos hullámok hatására. Themselves under this electric field. Elektromágneses mező, elektromos mezőre van szükség ahhoz, hogy ez létrejön ez a reakció. Decided to use nanotubes, and what we discovered was this fundamental idea force acting at a distance. Ugye az alapvető ötlet az volt, hogy van egy erő, ami egy távolságon túl is képes hatni és tevékenykedni. Hagy kérjek meg mindenkit arra, hogy osszátok meg a videó linkjét, amennyiben tetszett, és támogassátok a munkánkat a weboldalon, megtehetitek azt, hogyha lehetőségetek van rá, ez nagy segítség. Köszönöm!